A veszélyhelyzet elrendelése óta meghozott intézkedések az élet számtalan területére hatással vannak. Ezek közvetlenül nem érintik a kéményseprőipari szerv működését, illetve a kéményseprői közszolgáltatást, azonban a helyzetre való tekintettel a szervezet is szigorúbb szabályok alapján jár el. A katasztrófa védelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-i utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. A katasztrófa védelem az elmúlt napokban számos a munkavállalóit és a velük kapcsolatba kerülő állampolgárok védelmét szolgáló intézkedést tett, egyebek mellett a kéményseprőipari szerv működését, illetve a kéményseprői közszolgáltatást illetően is. A járvány miatt a szervezet szigorúbb szabályok alapján jár el. Az ügyfélszolgálatok előzetes jelzését követően fogadnak ügyfeleket, a katasztrófavédelem kéményseprőit érintő megrendelések és időpontfoglalások teljesítési időpontját pedig, ahol lehet, átütemezik. Az ügyfelek és a kéményseprőink egészségének megőrzése érdekében a tevékenységet azokra az esetekre korlátozzuk, ahol az ellenőrzési időpont megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy halaszthatatlan fontosságú probléma merül fel. A március 17-ét követő napokra kiadott társasházi sormunka értékesítők tájtalannak minősülnek, ezeket az ellenőrzéseket a katasztrófavédelem kéményseprői később új időpontban végzik majd el. Nincs változás a műszaki vizsgálatokat vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések teljesítésében és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik. Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett válasszák a 1818-9-1-es telefonos a www.kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon regisztráció nélkül működő online, vagy más írásbeli BMOKFGEK 1903 Budapest, postafiók 314, kéményseprő.ügyfélszolgálat@katved.gov.hu csatornákat. A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak, ezért szakembereink kerülik a készfogást és védőeszközökkel, szájmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselésével, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.